Dalba alapvetően ilyen miért ne alapon adtam be a jelentkezésemet. Talán picit alternatívabb vagyok ott a többiekhez képest. Volt már a példa, hogy ez nagyon jól működjön. Ki akartam próbálni ezt a műfajt, mert tapasztalt vagyok színpadokon, fesztiválokon, de ilyen tévéshowban még nem voltam, és kíváncsi voltam, ezzel játszani akartam, és ez a játék messzebbre vitt, mint amit én feltételeztem volna. Végighallgatod másikat, megveszed, vagy az internetről ingyen is letöltheted. Hát miért vigyem úgy, hogy ennyi hang közül az enyém a jó nekem? Itt vagyunk a Momkult kupolában Budapesten, ahol a múlt héten megjelent Kapunyító című második albumot fogjuk bemutatni. Az albumot a 30. születésnapom inspirálta. Ennek az eljövetele. Ez egy olyan kor, amikor úgy számot vetek. Vagy legalábbis én egy olyan élethelyzetben voltam, amikor gondolkodtam előre, hátra, jelenbe, mindenhova, szerettem volna megérteni a működésemet, szerettem volna megérteni az álmaimat, rengeteg álmom megvalósult, és rengeteg álmom viszont nagyon nem, és nagyon elterelődtem abból az irányból, ami mondjuk elképzeltem volna 20 évesen, hogy majd hol leszek 10 év múlva. Nagyon sok dologgal találkoztam a személyiségemben, amik ilyen önszivató dolgok voltak, tehát ilyen megfelelés, kényszer, meg ilyesmi, és ezekkel elkezdtem dolgozni. Tulajdonképpen egy ilyen regressziós utazás az album, elindulunk onnan, hogy hurrá, itt vagyok, ünnepelnem kéne, tulajdonképpen minden okom megvan rá, de valahogy mégsem vagyok boldog. Mikor voltam én utoljára felhőtlen? Visszamegyek a gyerekkorba, az első gyerekkori emlékig, szinte ilyen pszichedelikusan érzékeltem akkor a valóságot, és onnan szépen elindulok fölfele, ahogyan kialakult a személyiségem. Az albumnak tulajdonképpen az a vége, hogy nagyon sok nehézséggel így a dalokon keresztül néztem szembe, kimertem magam számára mondani olyan dolgokat, hogy lehet, hogy eljutottam oda, hogy nem a saját életemet élem. És hogy találom meg ezt? És így jutok el az album végén egy illés parafrázishoz, az Amikor én még felnőtt voltam című dalhoz, amiben tulajdonképpen úgy megnyugszom, és nyitottan várom ezt a harmadik X-et, mint egy újabb fejezetét az életemnek.